És akkor üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, remélem lehet rendesen hallani engem, mert egy picit hangosan mozdony. Itt vagyunk az S21-es személyvonaton. A MÁV-nak a 416-os sorozatú dízelmozdonyát, amit a Metro Vagon Más gyár gyártott. És ebben a rövid videóban meg fogom nektek mutatni ezt a szerelvényt, vagyis a utazási komfortot, ami ebben a vonatban van. Ahogy halljátok itt az utastérben, ahol az ajtók vannak, eléggé hangos, itt azért már látszik egy kicsit használtak az ajtók, itt azért itt jól be lehet dugni a kezét, rozsdás ablakokhoz, sablakok is, akkor látottuk itt a lehajtott a üléseket, mert a picit tartott, és akkor meg is nézzük a üléseket, ezeket az ajtókat manuálisan lehet nyitni. És akkor itt vagyunk az utastérben, ezek ilyen klasszikus kék kockahúzatos márülések, amik eléggé meglepően kényelmesek. Kis bőrkapaszkodókkal, vagyis ilyen kis bőrtáblákkal. Itt egy kicsit azért már látszik, hogy a vonat már egy kicsit el van használva. Fönt a csomagokat természetesen le lehet rakni. A 4-es üléseknél található egy kis asztal, valamint egy kis szemetes, ahova ki lehet húzni és le lehet rakni. Az ülések tiszták, picit borosak, de a kényelmessége inkább a 2-es metróra hasonlít. Ugye ilyen kék-sárga dizájnnal, természetesen ez a vonat klímával is rendelkezik, úgy tudom. Valamint itt ilyen oldalülésekkel, az ajtókat újra manuálisan nyitatok. És akkor itt vannak ezek a lehajtható ülések. Ez a vonat, ez három utastérben áll, tehát ott még hátul is találhatunk egy utasteret. Ez a szerelvény különben már régóta üzemel a MÁV-nak az állományban, pontosan sajnos nem tudom mióta, de már piros típusú festésük is voltak, ugye ezek most kívül kék festésű, majd látni fogjátok később is, ugye bicikli tartókat is lehet felrakni, és akkor gyorsan megmutatom a WC-t, ami elektronikusan gombnyomással nyílik ki, valamint itt bent meg lehet nyomni a zárógombot, és be is záródik, és akkor a rendbeszerelés gombbal lezárjuk az ajtót. Vákum WC-vel rendelkezik ez a szerelvény is, klíma, vagyis elnézést, hízszárító szappan, ugye ilyen típus máros retro hosszappan, akkor a csap természetesen minden működik, egy tükör, és akkor nagyjából ennyi is a belső ennek a WC-nek, az ajtót nyitjuk. És akkor még hogyha mindjárt megállunk, ugye ez a mozdony dízelüzemű. Itt vagyunk ugye az S21-es vonalon és Hernádon fogunk leszállni. Ott látni fogjátok még kívül ezt a szerelvényt. Még kívülről is látjuk, ugye, ahogy mondtam, a kék festést a
egyszer elvégnek. Ugye ez régen egy ilyen piros, ahol a kék festés látható, most egy piros narancsága kifakult, mert ezért a MÁV újra ezeket lefestette a mostani MÁV színekre. És akkor indul is a vonat. És akkor ebből a videóban is ennyi volt. Remélem tetszett nektek, és röviden meg tudtam nektek mutatni ezt a vonatot. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és több ilyen videóért iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!